sokáig vagy térdig érő rövid harisnya. Az ausztriai német zokken tájnyelvi zokken alakjának átvétele a szillabikus n szokott feloldásával. Forrása a francia sakl lábazat, a latin sokullus cipő. Tetszik ez a Family Guy referencia. Cske nyomán. Amely a sokku... Ez a Family Guy-ból van, vagy csak a szinkrohang? Az cipő kicsinyített származéka. Ez szerintem puha Family Guy. Készült ruhadarab, amit a lábfejen viselnek, és általában bokáig vagy térdig ér. Tedd bele a lábad a számba! What the hell? Az első másodperc. Az első. Egy járőrkocsit minél. Tedd bele a lábad a számba, dobd az oknit a picsába, hidd el, szarok mindenre, debil ez a nóta, de jeje. Mi? Debil ez a nóta, de jeje. Álszent celebek képmutatásban, én igazi vagyok, és jó is az ágyban, tetszik az ok. Olyan, mint a saját magát parodizálná. Hidd el, szarok mindenre. Nők fotózása XD. Fura, de veled mindig akarom. Ez ki? Gyere vonon, nyinyálom. Ő a slap. Ő a slapből valaki, nem tudjuk. Annyira nem fontos szereplő. Leküldhetünk csupaszon, nálad vagy nálam, aha. Levehetünk mindent, ja de vár. De ennél generikebb férfiének hangot amúgy nem tudnál találni. Szerintem egy Disney castingra simán elmehetne. Te kis fullos próba baba testű. Én már csak be akarok rúgni. Nem akarok semmiről tudni. Lehet, hogy fel kell ennőni. Várjál, figyelj. A teskü, te kis fullos próba baba testű. Tedd bele a lábad a számba. Dobd az oknit a picsába. Nem akarok semmiről tudni. Lehet, hogy fel kell ennőni. Eddig nem sikerült betörni. Önmagának a paródiája lehetne. Semmit nem fejlődött. Ez egy éves, és ugyanott tartunk. Ugyanazt a műfajt majmoljuk. Talán a Malicsnak majd jobban fog menni, de... Nagyon fiatalos ő itten most. Beírom, hogy pop punk, MGK type, beat, free for profit, rámész az elsőre. Szex és drogok, ja nem, csak alkoholt iszunk. Mert ha drogoznánk, akkor a rádió egyben nem nyomhatnánk a dalunk. Imádom a szexet. Fiatalos. Nagyon jó a kekszed. Egy ilyen dallamot szerintem egy óvodás is meg tud írni. Ez egy olyan típusú dolog, amit így összeraksz a haverjaiddal, és így vibe-oltok rá, mert oké, megírtátok, és tök cool. Tudod, mi a legnagyobb problémám ezzel még mindig? Hogy az Alex egy nagyon tehetséges ember amúgy. És elfeséreli a skilljeit ilyen f***ságokra. Ez nem jó. A pop-punkot, hogyha be akarjuk hozni Magyarországra, akkor azt ne így csináljuk már, mert ez szar. De ez nem az, ami a pop-punk külföldön szerintem. Szerintem külföldön azért sokkal, de sokkal jobb példák vannak rá. Nem hiszem, hogy MGK lenne az az ember amúgy, akit majmolni kéne ebből a szempontból, mert ő is csak egy olyan ember, aki majmolja már ezt az egész stílust. Szóval, na mindegy, 9 hónapos, erre emlékszem, streamer reagált, amikor kijött, és tök, ez egy jó zene. Jó lett, van, mondani valója, ez egy jó zene. De akkor miért csinálsz szarokat is? Nem értem. És ez is sokan meghallgatták. A klip is jó. Volt már kicsi szép, de az is nagyon rég. Koszos halványkép, a szerelem. Yeah. Nem, Alexnek amúgy vannak nagyon jó tékjei az X-faktorban, és amúgy ő az egyetlen olyan ember, aki reasonable. Maradék 3-ra inkább ne beszéljünk, hogy ők zeneileg mit tettek le az asztalra, vagy mit nem tettek le az asztalra. Inkább arról beszéljünk, hogy mennyire értenek ahhoz, amit csinálnak ott mondjuk mentorként, és szerintem egyáltalán nem. A Bye Alex az viszonylag ért a zenéhez. Ő tényleg benne van már nagyon régóta, és nagyon sokféle stílusba próbálta meg magát, csak az a baj, hogy vannak stílusok, amiket lehet, hogy nem kéne próbálgatni. Én például azt, amit a senki se formációval csinált, az szerintem kifejezetten egy jó vonal, amin elindult, behozták, és egy ilyen vibe-ot behoztak magyarba 6 éve. Popcorn, vodka, sprite. Jó, csak ez egy másik stílus, ez itt Bye Alex nem is Bye Alex néven van. Ez egy teljesen másik formáció, és itt is. Vannak azért itt is dolgok, amik nem jöttek be annyira. Erre nézd meg, de ez kell, például... te vagy a királynő, én a király, ez a rockstar. Ice Blue Bird, geci, nagyon nyomja amúgy. Egy nem elég.
Na, de akkor a Bionics miért nem a Hyperpuppal foglalkozik most? Tehát, hogyha 6 éve ezzel a stílussal foglalkoztak, ami 6 éve újnak számított nagyon, akkor most miért nem a Hyperpuppot hozza be Magyarországra? Térden állva könyörgök érte. A Bionics tudna egy jó Hyperpuppot összerakni. Ha akarna. És nem akar. Valahogy rá kéne venni. Ebben minden vokál az Alex. Amit manapság toxic masculinity-nek neveznek, az számomra sem túl követendő, de nem azért, mert olyan, amilyen, hanem azért, mert egy túl zárt keretrendszert állít a férfiak elé. Sosem tudtam elképzelni azt, hogy milyen lehet elfojtani az érzelmeidet, és magadra erőltetni egy viselkedést azért, hogy ne nevezzenek puncinak. Szóval... Hát igen, ezek azok a srácok amúgy, akik a férfi öltözőbe, a vizes törölközővel egymás seggét csapkodták, csak mondom. De meg kell mondjam teljesen objektíven, hogy a világlátásod elavult. Férfi és női értékek változnak, összeolvadnak, kivetnek magukból olyan dolgokat, amik hosszú távon nem valami megérősek, mint például, hogy... Ha egy nő elvárja a párjától, hogy hűséges legyen, akkor kutya kötelessége a férfi szexuális vágyait teljes mértékben kielégíteni, ez máshogy nem megy. Andrew Tate? Semmi baj, csak hozom a vérnyomásmét. Valamint rasszistának lenni sem túl követendő dolog, kivéve ha be akarsz kerülni esetleg a mi hazánkba. Nem mondok semmit. Viszperton tartalmába pedig egy csomó módon be lehet kötni. Neked most tényleg az a legnagyobb bajod, hogy szerinted férfiatlan. Csak mondok egy példát. Mikor én elmondom például, hogy nem szeretem a mangós chia pudingot, akkor senki le se szarja a véleményemet azért, mert ez az én ízlésem. Lehet, hogy ez most furcsa neked, mert a te buborékodban mindenki ugyanazt gondolja a férfiasságról, amit te. És lehet, hogy meglep, de a világon van rajtad kívül még majdnem 8 milliárd ember. Ez a gondolkodásmód, amit te képviselsz, szép lassan el fog tűnni, és előbb-utóbb a globalizmus fog nyerni. Lehet, hogy ettől te nem vagy boldog, de hát ez van. Ahogy pár évtizede kivoltunk azon, hogy a nőknek nem volt szavazati joga, pár évtized múlva úgy fogunk kiakadni azon, ahogy te most a férfiasságról vélekedsz. Lehet hosszú körmondatokban leírni, hogy szerinted a melegek ne vállalhassák fel a személyiségüket, mert szerinted férfiatlan, és lehet hosszú körmondatokban leírni azt, hogy szerinted a fehér fajt meg kell védeni attól, hogy keveredjen más fajokkal. Igen, amikor a videó elején voltam, néztem, végignéztem a Hidan videóját amúgy, azt mondtam, hogy nem fogom, de muszáj volt. Végignéztem, és elkezdett arra lecsetelni benne, hogy hát igen, az európai fehér emberfajt azt meg kell védenünk a nem fehér emberfajokkal való keveredéstől, és én itt elgondolkodtam azon, hogy lehet, hogy nem írok válaszkommentet, mert van egy bizonyos szint. És persze beszélhetsz különböző barátnő típusokról, ezzel általánosítva a nők viselkedését. De aki sikeresen elballagott az általánosból, azért képes felfogni, hogy a hosszú cifra körmondatok mögött miféle mondani való van. És ne nézz hülyének. Lehet mondani, hogy nem úgy gondoltad. De ha annak, amit mondasz, ez a lényege, akkor más nem szavakat ad a szádba, hanem csak értelmezi a mondandódat. Szeretnék a fiatal srácokhoz szólni, akik előtt még ott áll az egész élet. Először is nyugodjatok meg. Nem, az a hogy ők nem hallgatják meg a videót, csak írnak egy ilyen teacup emojit, és annyit, hogy woman. És akkor írják alá a többi 8 éves gyerekek TikTokon, hogy based, meg W, és ennyi. Ők nem hallgatják meg azt, amit egy nő akar mondani. A pubertás jön majd, szépen le fog csengeni. A férfiasságotokat nem a centiméterek határozzák meg, mint például a magasságotok, vagy az, hogy milyen hosszú a fa, hanem csak is az, amit ti belülről annak gondoltok. Hosszú távon senkit sem fog érdekelni, hogy hogy nézel ki, hogyha jól érzed magad, és nem vagy egy seggfej. Talán cseszegetnek páran, de ez az élet velejárója. Mindig van olyan ember, aki jobban tudja, hogy te mit akarsz. Ne csajozni próbálj, hanem csak... Úgyis miért próbálnál meg csajozni? A lányok emberek, beszélgess már velük. Nem fognak szervezni egy MLM-es céghez, hogyha hozzájuk szólsz. Bár amennyiben igen, csak szólok, hogy ez egy elég nagy red flag. Nagyon klassz kis videó volt ez itt.
3 perc alatt eljutott videón az a videó? Hát figyelj azért, megvannak az emberei, úgy látom. Az infótanárokról azt vettem észre, hogy a szociális készségeik azok konkrétan a nullát súrolják a legtöbbször. És nem tudom, hogy ez hogy lehetséges, de tényleg nálunk olyanok voltak, hogy néz ki az ablakom, nézi a radiátort, nem csinál semmit, fölrakja a lábát asztalra. Az OK-t azt végig meténkettőztem, úgyhogy ő konkrétan nem tanított semmit. Beszélni se tudott a tiéd. Igen, igen, ez az infótanárokkal így szokott lenni. Szerintem egyik se százas, de ha valakinek van olyan infótanára, aki százas, az szóljon. Pedofil és nyúl kell a lányokhoz, hát akkor verjétek meg. Nálunk ilyen tanár lett volna, bármelyik tanárunkról, egy pedofil. Szerintem a mi osztályunk összeverte volna. De ezt halál komolyan mondom. Nem, mostani gyerekek azok nem csinálnak ilyesmit. Szerintem az egy tök király dolog lenne. Persze csak, hogyha van rá bizonyíték. Hoppá! Micsoda, a barátnőinek giftelt egy szabot, de jó fejű. Micsoda jó fej. Nem mint hogyha olyan sok dolgot adtam volna hozzá a videóhoz. Szőke, magas hölgy, 20 és 30 között. És szerintem még okos is. Vásároltam egy néhány dolgot. Hát, vitatható. Ennek örömére haladunk tovább a TikTokban, mert nagyon nagy... Nem ő az a csaj, aki mondta, hogy a fogorvosok azok use leszek? Tehát, hogy a fog az egy olyan szerv, ami meggyógyítja magát, és hogy a fogorvos az egy scam. Ez nem az a csaj volt. Szia manin, ha elfogyott a manit, csak szóljál, donételek százat, majd amit lesz, majd elszórjál, de ami. A lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be, kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületben.